Szűz Mária 40 nappal Jézus születése után mutatta be gyermekét a jeruzsálemi templomban. Innen ered a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe. Ilyenkor szentelik a gyertyákat, amelyek hagyományosan Jézus Krisztust jelképezik. Míg február 2-a az egyháznak ünnep, addig a zentaiaknak egy fájdalmas emlék. A felsővárosi köztemetőben felállított fekete márvány obeliszknél helyezték el a kegyelet virágait. Így tisztelegve azok előtt, akik 1849. február elején estek áldozatul. Az a tragikus események után ugye a zentaiak 1893-ban emlékművet állítottak, és azóta tudomásom szerint mindig ilyen évben megemlékezünk erre a véres eseményre, ami történt, és hát tulajdonképpen ez a megemlékezésnél az is, arra is rámutatunk, hogy összetartással, kitartással a várost az őseink újra tudták építeni. A magyar forradalom és szabadságharc idején a szerb csapatok 1849. február 1-én érték el Zenta határát. A várost védő magyar csapatok vereséget szenvedtek, a túlélők elmenekültek a városból. A csatát követő atrocitások mintegy 2800 áldozatot követeltek. Ezért vonult be 1849. februárja véres gyertyaszentelőként a zentai köztudatba. Nekünk, ma élőknek erre fontos, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy igen, volt egy ilyen atrocitás, amikor a szerbség és a magyarság között zajlott, de fontos azt is megtanítanunk, hogy ezen túl kell lépni, és hát itt vagyunk, egymás mellett élünk, és békésen, egymásra támaszkodva, egymást építve kell tevékenykednünk a minden nap. Az áldozatok előtt a megemlékezésen alkalmi műsorral is tisztelegtek, amelyet Zenta önkormányzata és a Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ közösen szervezett meg.